Szavaztok srácok, itt Timi, ez pedig a Need for Speed Most Wanted végigjátszásán 21. epizódja. Ugye az előző részben ezt a három versenyt teljesítettük, most pedig jöjjön mondjuk el egy kieséses verseny, legyen egy kieséses verseny most. Kezdjük egy kieséses versennyel a részt. Az előző úgy, hogy még bénáztam is benne egy jó 15 perces vidire sikeredett, ha jól néztem. Hát ezt sem akarom valami jóval hosszabbra, bár igaz, hogy ez most 4 versenyes lesz. Hát majd meglátjuk. Egyébként most így nézve, hogy egyes szinten üldöznek a rendőrök, közben nagyon szépen köszi, hogy kilöktél. Azon gondolkodtam, hogy lehetséges, hogy kellene majd venni egy izét. Egy izomautót, amivel igazából a rendőrök ellen mennénk. Mert hát ez a kis Porsche, hát nem éppen erre teltem föl. Azonnal kell most nyomni az R betűt. Azt nem gondoltam volna, hogy ide föntre dob ki, he. Menjél már! Igazából ezeket először nehéz mindig megcsinálni, de úgy utána, amikor így belassítja, ilyenkor igazából lassulunk is rendesen, ahogy észrevettem. Na, hát az első körben sok hasznunk nem volt ebből a idézőes rövidítésből. De most mivel már ezeket az idéket kidöntöttem, talán a második körbe könnyebben sikerül. Kicsit kilöktem a gyereket, de hát ez benne van az utcai versenyzésben. Jó van ám, itt előttem keményket. Mit lögdös ez? Amatőrje. A gyökér, és nem rövidített itt, most másodikból lett, negyedik. Szerintem ez a Turbo Freak volt az, akivel versenyeztem. Ezt majd kiderül. Na, ahogy néztem, valami hosszú ez a kör, úgyhogy... Aha, itt fogunk majd célhoz érni. Hopp! Jó van, első kör teljesítve. Még úgy is, hogy most híválok. Turbo Freak pedig kiesett. Szerintem ha az volt az a sárga színű, amelyik itt keménykedett, na akkor örülök is. Az igen, gyönyörű színed van, mit ne mondjak. Húha, remélem most nem fogunk hibázni úgy át. Sajnos ez mindig benne van. Jó, gyorsan forduljál meg, és már megyünk is tovább. Gyerünk, 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 hát valamivel jobban kijövünk szerintem, mint az előbb. Na, mindig fölborulok ennél, ennél a résznél, az a baj. Nem tudom, vezetek-e még, ha igen, akkor nagyon szoros lesz itt a végére. Ó, nem figyeltem annyira az útra, mert közben figyeltem, hogy a második és a harmadik hogy verseng egymás ellen. Most egyikük sem rövidített, ha jól láttam, mert ezt lehet mindketten, nem tudom. Na hát, kicsit magabiztosan vezetünk. Hát nem mondom inkább, hogy magabiztosan azt hagyjuk, inkább maradjunk annál simán, hogy egy kicsit vezetünk. Már ez folyamatosan csökken, kemény lesz az utolsó kör, az biztos. De jobb az utolsó. Ó, hallott, pont akartam mondani, ennek a körnek jobb volt a befejezése, mint az előzőnek. Erre meg telibe kapom a taxit, jól van. Na mindegy, utolsó kör. Jó lenne ezt a versenyt meggyerni. Na remélem most a rövidítés kicsit jobban összejön. Tudtam enni, gyerekek, nem tudom mi van velem, de... Na! Jó, nem szóltam, most nagyon jól jöttünk ebből ki. Hát majd most borulunk föl mi. Nem, egy kicsit megcsúsztunk, de nincs komoly baj. Elég magabiztos előnyre tettem szert. Hát ezt nem szabad leadni. Ezt nem, de hát ilyen nagyokat azért ne kocsanjunk már, mert már is milyen szoros lett az, hallod? Hát nem olyan sokkal vezetek, mint gondoltam. Mindegy, viszonylag maga biztos, így is az előny. Szerencsére ez egy rövidebb pálya, úgyhogy... Hát azért az már nagy bravúr lenne, hogyha vissza tudná hozni.
az ekkora lemaradás, de hát engem ismerve, bennem hogy bénázok egyet. De innét már szerintem nem, innét ez már sima. 24 vagy 5-szörös pénzt is fizetnék az ő győzelmére, szóval a lakásotokat ne tegyétek fel rá. Kivéve ha megbundáznám és megállnék a vége előtt. De ez így sima hazai. 1,2-szeres otccal elhoztuk. 6000 készpénz, oké, még egy verseny teljesítve. És már megyünk is a következőhöz, nem fogunk időzni. Tehát ezt teljesítettem most ugye, akkor jöjjön egy körverseny szerintem. A két rendőrök száma max, környéken a két maximum, most azt a végére hagyom majd. Na, az sem olyan nagy táv. Jöhet is akár. Ó, jó kis BMW tőlem balra. Tőlem jobb a Toyota, na egész jó autók. Na, tehát ez most egy körverseny, itt nem fog kiesni senki. Az igen, ez gyönyörű volt, ha vár. Tehát itt... Mi ez? Befékez előttem, meg ütközik, édes Istenem. Micsoda versenykezdés, kérem szépen. A Toyota meg, aki az előbb nagyot csúszott. Az én... Nem. Jó van, szerencsére megy tovább. Azt mondtam, hogy na mi van, lefagyott a játék. Mert valószínűleg most is nem lehetett hallani, hogy mit mondtam. Nem megállt egy pillanatra az előbb a kép. Az pedig szép volt. És komolyat hibáztam. Na köszi, hogy nem előztél meg, csak megtoltál egy kicsit. Kis löket. Gyorsabban megyünk valamivel talán. Hát nem nagyon. Hát jó, elég szoros a részidő. Hol van már a kör vége? Ez nem tűnt ilyen hosszú, ha hoppá. Ajjaj. Amúgy a városnak ezen részét eléggé kedvelem, de az ilyen forgalmas utakat utálom nagyon. Na, ez most nagyon-nagyon éles kanyar lesz balra. De hol ér már véget ez a kör, gyerekek? Hát már mióta megy? Na végre, itt lesz a vége. Hopp, még egy ütközés a körbe belefér, de így is elsően zárom az első kört. De! Hát ezt nem viszem el. Mindegyik bejön elém, te. Jó van. Jó. Hát ez most az ütközések versenye. 21. rész az ütközések versenye. Ha eddig adtam volna a címet, akkor... részének, akkor ennek most az lenne a neve. Hát nézd, és most is terébe kapom bár. Hopp, hopp. Ezek most szép kikerülések. Nem is figyeltem közben, hogy egy éles balra fanyar van. Most eléggé az útra koncentrálok. Úgy látom, van is egy kis előnyöm, de nem bízom el magam. Nem baj, ütköztem egyet, de még továbbra is jól állunk. Fú te! Menjetek ma! Jézus! Mária! Szent! József! Ez normális volt, gyerekek? Mi volt ez? 10 autó itt van előttem, és telébe kaptam mindegyiket. Ezt nem hiszem el konkrétan. De akkor is visszajövök. Ez az, a BMW megelőzve a harmadik vagyok. Meg lesz ez, amatőrök. Az őrre törtem. Hopp, hopp, hopp. Még csak befordulás és megkezdődik az utolsó. Jó van, ez most ebből jól jöttem ki, hogy ütköztem itt. De ebből nem. A verseny ezen szakaszon nagyon ütközős. Hát itt a forgalom az nagyon nagy. Ezt nem is értem. Jó, ettől féltem, hogyha túlzottan gyorsan megyek minimális fékezés nélkül.
Mondjuk úgy látom, ők is kisebbeket ütköztek most ennél résznél. Jó van, gyerekek. Harmadik kör itt már nem kéne hibázni. Hát nem meglepő módon, megint csak ütköztünk. És ahhoz a részhez érkezünk, ahol az előbb eléggé nagyon nagyot hibáztam. Gyakorlatilag ott adtam le a kör végére az előnyömet. Az igen, megint karamboloztunk egyet nem meglepő módon. Na itt volt nagy forgalom az előbb, most szerencsére nincsen, szinte csak minimális egy autó jött el. Akkor az így már meg lesz. Legalábbis nagyon bízom benne. Mi volt-e? Mi az Isten volt ez? Utólag rájöttem, hogy ott volt a fa előttem, és én meg telibe kaptam. Nem hiszem el, és második helyen. Ha itt ezt most nem nyerem meg, olyat fogok rage-elni. Szerencsé, most a kamion nem elém jött be. Jó, ezt megnyertem. Ezt megnyertem. Hát gyerekek, ott a fában nagyon-nagyon belementem. Az mi volt? Earl. Csomó zöld. Itt Earl helyzet. Nehéz mi? Azt mondják, egy aranybánya vagy, majd meglátjuk. Jó verseny lesz szerintem köztünk most, majd meglátjuk ki a nagyobb jampi, úgymond. Meglátjuk. Earl versenyei amúgy teljesítve, de hát én maximalista vagyok, ezért jöhet is a következő. Három van még ebből a részből. Konkrétan az előbb rosszul számoltam, három. Ja, kettő. Akkor ebben a részben is négy, hanem öt versenyt láthattátok. Ő fogtok látni. Most viszont ilyen fizetőkapusat megyünk egyet. Most egy kis laza vezetésre van szükség. Jaj, azt alig kaptam telibe. Nyomni is kell, hát most egy gyerbetűt. Fú, de utálom a város ezer részét, gyerekek. Ez olyan kanyargós, hogy minden. Nem szeretem, nem szeretem. Elég sok időt kaptunk most szerintem, hát elég messzire kell menni valószínűleg. Jó, szépen bevettük. Oké, eddig egész jól állunk. Ó, már is itt a következő fizetőkapu, és mennyi időm maradt, te jó ég. Elég sok ment most az extra időhöz. Most még több időm van elérni a következő ilyen fizetőkaput. Na de viszont ezeket a fizetőkapukat, ezeket nagyon szeretem. Ez ilyen laza, csak így megyünk. Csak az idővel versenyzünk igazából. Most már még több lesz szerintem az extra időm. Mint az előbb 33 másodperc körül volt, és a 36. És valami olyan sok időt adta, gondolom ez már az utolsó előtti lesz. Hát gyerekek, most valószínűleg még több az extra idő, mint az előbb. Jó, nem érdekel, én itt befejeztem, értem, fogok itt ezen a szaron rövidíteni. Nem éri meg, komolyan mondom, annyit belassulsz, hogy amilyen minimális előny szerzel, a simán elveszted, mire ezek ide befordulnak, szóval. Nem éri meg. Hop-hop, kicsit most itt bénáztam, de amúgy ez már az utolsó lesz is. Hát mit te mondjak, simán elértem. Ez simán meg lesz.
Hopp! Ó, itt nem jövünk föl balra, azt hittem egy pillanatra. Na és itt lesz a vége. Elég sok idő maradt, ezt most nagyon lazán teljesítettük. Ide készpénz 6000. És már megyünk is a következő versenyre. Ami szintén egy fizetőkapu legyen. Nem, az most egy trafipax lesz. És az utolsó lesz majd a fizetőkapu. Gyerünk! Hűzzük, hajtsuk! Ezeket már is megelőztük. Hát ebből most sokkal nem jöttem ki jól. Jaj, egy beteliben is kaptam. Ja tényleg, én meg itt hülye vagyok, elhasználtam az összes nitrómat. Hát most ez trafi. Itt majd ott kell nitrózni. Te meg lökjék ki, te! Nagyon szomorító. Hú, majdnem az RTL-esekkel, meg a TV2-sökkel itt ütköztem. Már lehet hallani a zsernyagokat. Itt nem lehetne szerencsés eset elsőként beérni. Mert fogadjunk, engem fognak egyből üldözni. Sajnos sem nagyon tudtam fölgyorsulni. Köszi, előzés meg! Jó, de egyből őrá cuppantak. Hát már engem is üldöznek sajna. Már egy verseny közben nem olyan nagy problém, úgyhogy... Na, kerek 250-et mértek. Mennyi a különbség? Ó, egész sokkal vezetek. Jó kis egyes szintű zsárnyákok. Az a baj, egy verseny után már sajnos egyből el kell a rendőrös dolgokat szerintem kezdeni. Kettő... Anyucikádat, észre se vettem, hogy itt jössz előtt. Dám! Mi folyik itt? Úristen. Alig kapcsolódtak be a rendőrök, hallod. Meg itt, na itt megint menni kell, amennyivel bírunk. Jó van, 271. Ez már nem akarok nagy képűzni, de simán meg lesz. Itt akár utolsónak is célba érhetek. Kösz rendőr, hogy itt 10 ész előttem szórakozol, 2-16. Már is elvesztettem az előnyömet. Mit ez a Rasmussen vezet, hallod, eddig semmit nem csinált. Hát ez nem érdemli meg az első helyet. Eddig ez volt végig az utolsó könyörgöm. Hát engem nem érdekel, hogyha nem elsőként leszek itt, az most fölső sem fogom elvinni magam miatt azért, hogy második helyére rendőröket egyből kezdem majd újra. Na, újra vezetek, így már megéri elvinni. Na, újra nem vezetek. Tehát gyerekek, már kezdhetem újra, mert ilyen 100 kilométereket úgyse fogok erre az utolsóra verni, úgyhogy... Itt már is lesz több, úgyhogy ezt már kezdjük is újra, ha nem haragszotok. Ez a Rasmussen, ez a sárga színű, szerintem amelyik itt van a második helyen most pillanatnyi. Oké, most rájöttem, az elejét kell jól megnyomni. Amelyik most harmadik, az a Rasmussen-ja. Istenem, ezeket követtem, hallod? Minek kellett ebbe a szűk sikátorba bejönni, Istenem? Vezetek 250, ó, elég maga biztosan. A negyediknél kétszer gyorsabban mentem. Rasmussen ne a végén a hátul keménykedjen meg, mert ennek alapból ilyen nagyon szar az autója. Eléggé lassan jön, azt mégis összesítve ő lett a legjobb. Gyorsabb! Hoppa, észre se vettem nagyon a trafit. Menj már az utamból. Hogy állunk? Jó van, elég. Maga biztosan vezetek, de megint nem bízom el magamat a végéig most. Kettő 46, ó.
Az egész jó, közel 100 km per órával vezetek. Oké, most gyűjtjük a nitrót, aztán majd ott ellőjük a hosszú egyenesbe. Majd most. Ó, 290, az karcsú. Hát, elég sokka vezetünk. Jó, van, most magabiztosabb is az előny, mint az előbb. Itt megint elhasználom a nitrót, halljátok, 300 felett megyünk jóval. 317. És még többe is haladtunk. Az előbb itt már második voltam, úgyhogy... Most a 245-öt írunk be, de nem baj, mert így is vezetünk. Már megint ez a Rasmussen így följött a végére, ezért mondom, itt nagyon jót kell elérni az utolsónál. Látjátok, utolsó volt végig, az most már második. Na és engem is megtaláltak, nagyszerű. Most jöhetünk végül is egyenes is, mert itt tényleg nem számít, hogy hanyadiknak érünk célba. Mennyi a különbség? Ó! Hát én még kicsit, hát kicsit nagyon följött Rasmussen, de most csak második lesz, én meg kerek 1800-at hoztam össze. És itt a verseny vége. Megnyertem tehát. De még nem lesz vége valószínűleg a futamnak, hiszen még a rendőrök hátra vannak sajnos. Minél gyorsabban le kell most lépni, ez a cél. Mert most itt a rendőrös dolgot nem fogom elkezdeni, azt majd a következő részre hagyom. Na. Jó. Szerencsére most még ki lehetne itt használni, pedig ki lehetne itt rendesen használni a gyorsaságot. Nem akarom, hogy már most bedobja a kettest, úgyhogy PLS. Elérte, nem érte? Elérte, úgy látom. Jó. És most egyből valami gyorsítóhoz kell menni. Jó, 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 jó. Oké. Oké, megvan. Verseny teljesítve, és akkor jöjjön az utolsó is, az meg ilyen fizetőkapus lesz, úgyhogy ezt lazán teljesítjük. Itt is rendőrök száma a környéken sajnos maximum lesz, úgyhogy bezavarhatnak. Na gyerekek, újra itt vagyok, sajnos ezt utána kell hoznom, mert ledobott az asztalra ez a szarfos húgy. Úgyhogy itt valószínűleg egy 2-3 másodperces vágást láthattatok, hiszen újra kellett indítanom sajnos a felvételt. Nagyon örülök neki, mit ne mondjak. Hú, halljátok, az a vágyom, hogy ez a rész minél előbb véget érjen, aztán nem is biztos, hogy most veszem, sőt nem, most biztosan nem veszem fel a következő részt Need for Speedből, hanem most keresztapát megyek forgatni, aztán már a vasárnapra elég a vidizésből. Jövő héten majd jártam tovább a vidiket a tavaszi szünetbe, hát sajnos még 3 napig lesz iskola, sajnálatos módon. Azt 3 napot valahogy kihúzom, az cső. Utána viszont ezerrel videók egy hétig. Utána megmaradunk annál a jó szokásnál, hogy hetente vagy jövő naponta 1x1 videó. De nem tudom, laggol itt a vége fele. Elkezdett laggolni. Ez nem tudom mi. Rábbis FPS eső lett. Az utamból. Mert most a rendőrös dolgokat ebben a részben már nem fogom kezdeni, úgy összességében ma már el nem fogom azt kezdeni, úgyhogy nem akarok itt a rendőrökkel szarakodni. PL, és itt a végére már nem menjen le a FPS, nyugodtan befejezem ezt a versenyt, ez csak.
nyerünk már nem sokkal hátra, nagyon hát már 60% közel meg volt. Sőt már meg is volt a 60, úgyhogy itt már kevés van hátra. Sőt már csak két fizetőkapu van hátra, úgyhogy... Jó van, ez már a vége fele van. Itt a következő fizetőkapu. Elég sok lett az extra idő, és most már csak így lazán be kell érni az utolsóhoz. Jaj. Légy most már fussak össze rendőrrel, az jó van. Majd a következő részben úgyis kell velük eleget szarakodnom, hiszen őrnek már nem kevés vérdíkkel sajnos. Fogadjunk, hogy megint összefutok egyel, micsoda meglepetés. Ennyi az utamból. És itt van amúgy a vége. Oké, megint gyorsan elmenekülünk, az csak. A versenyei pedig kész vannak körülnek. Gyorsan keresünk valami háromszöget. Aztán köszönök is el mára. Hát aztán hiszem, hogy mindig közben jön valamelyik. Jó, lazán. Kicsit lassíthatnánk, de nem, mert itt van egyben mögöttem. Hát persze, hogy egyből itt volt ez is mögöttem, hát milyen meglepő. És persze, hogy én szorulok be alá, én is. Na, és valamelyiket viszont teljesítettem, gyerekek. Így lazán valamelyik mérföldkövet. És mindjárt bedobja a kettes, nagyszerű, úgyhogy el sem akartam kezdeni az üldözéseket. Istenem, ezúttal az ilyen versenyeket, hogy rendőrök száma a környéken sok, maximum. Jó, és most kellene elbújni ide alá. Mert tudom, hogy lesz. Hát azt nem hiszem, hogy egyből itt van a következő. Tehát miért? Miért sújtott le rám az Isten ilyen ízékkel, szerencsétlenekkel? Jó, van már jönnek a kettesek, nagyszerű. Egyre jobb, már kezdem mindjárt az nem fog akkor sem az üldözésem a szarakodni. Akkor sem fogsz elkapni most. Gyerünk, gyerünk, gyerünk már, gyerünk már. Ez az, az egyiket legalább teljesítettük is. Oké, ennyi lett volna már a Need for Speed. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj rá a tetszik gombra és iratkozz fel a csatornámra. Legyetek, én Imi voltam, legyetek jók, hogyha tudtok. Egyébként ezt teljesítettük, hogy meneküljünk el a legfeljebb 3 perc alatt. Tehát, sziasztok!